qué vaya aquí. Vezetés közben vettem észre, hogy inkább megmutatom. Látjátok ezt itt? Látjátok, ez mi ez? Ez egy rohadék kis vérszívó kullancs. Ez hogy került ide bele? Mitől? Valaki vegye ki. Nem tudom, szed ki belőlem ezt. Nem, én nem szeretem ezt, hogy magamban van. Csak ne szakadjon bele a feje. Csak váltam. Húzni a fejét. Gyerekek, ezt a pószt, hogyha látná, valaki lát bennünket, akkor... Ne nézz ide! Nem nézok oda. Kijött, oké. Okay. És érezted, ahogy pattant? Nem, nem éreztem, csak az, hogy viszket. Megmenekültem! Lehet, azért fájt a fejem. Őszinte leszek veletek. Az a helyzet, hogy nem vagyok a helyzet magaslatán. És már megint fáj a fejem, és amikor nekem fáj a fejem, akkor minden bajom van. Amikor több mint 5 órája ülsz egy számítógép előtt, és bámulod a monitort, akkor előfordul, hogy egy idő után megfájdul a fejed. Hát most ez történt velem is, és benne vagyok egy projektbe, ami azt kívánta, hogy seggeljek mellette egy jó pár óra hosszát, és még mindig nem vagyok kész. Azt mondják, hogy a fagy elég sok mindenre gyógyír lehet. Hát én most kipróbálom, hogy fejfájás ellen hatásos-e. Sziasztok! Ez tűnik. Ma délelőtt volt alkalmam megnézni egy ismert youtubernek a videóját, egy magyar youtuberről van szó, és bele-bele olvasgattam a kommentekbe a videó alatt, és az egyik kommentelőnek az volt a problémája, hogy ez a youtuber azt mondta, hogy ő keményen dolgozik. És a kommentelő valamiért nem tudta ezt feldolgozni, vagy nem értette, én nem tudom, de kifogásolta, hogy miért mondja azt, hogy ő dolgozik, miközben igazából nem is dolgozik, hanem jól érzi magát, lógatja a lábát. És akkor én elkezdtem gondolkodni, hogy ugyan mire is gondolhat a költő. Az emberek többségének a fejében, mikor azt mondod, hogy dolgozol, akkor mindjárt arra gondol, hogy keményen dolgozol, koszos vagy. Tudjátok, ez a bánya sztereotípia van az emberek fejében. Egy idegen szót használtam. A lényeg a lényegben az, hogy attól, hogy valaki nem izzad vért és nem lesz koszos a nap végén, tehát nem erős fizikai munkát végez, attól, hanem az agyával végzi ezt a munkát, attól még igenis keményen tud dolgozni. Főleg úgy, ha youtuberről van szó, egyébként ezeket a videóknak a megvágása is sok időbe telik. Valamikor 4 óra hosszátot seggelünk a gép előtt, mire össze tudunk hozni egy jó, szuper kis videót. Szóval, ja, közben lejöttünk a Marospartra, hogyha nem derült volna ki. Igen, egy youtuber is tud igazából elég keményen dolgozni azon, hogy jó legyen a videója. Anélkül, hogy leizzadna. Bár lehet, hogy vannak olyanok is, akik tényleg leizzadnak videóvágás közben. Én nem tartozok közéjük. Mi az? Mi a baj? Semmi. Mehetünk? Szufi nézi a labdát, a fiúk. We'll be right back.
Robi, esd már el! Beleugratok a vízbe! Szóval tegyük félre az előítéletünket, és gondoljuk egy picit újra a dolgokat. Egyébként meg mindenki előtt ott van a lehetőség, hogy az eszével keresse meg a kenyérre valót, ne pedig a puszta erejével. Azt jelenti, hogy apa gúgyisz, hanem apa sztár. Csak még nem tudja. Mit fogunk csinálni holnap? Mi fog megérkezni? Fűnyíró traktorom! A holnapi nap folyamán fűnyíró traktorozunk. Csak a műsor kedvéért. De ezt tudod, hogy ennek meg kell tölteni holnap? Tudom. Nem lehet a nézőket csak úgy becsapni. Mind a három darab néződ látni fogja. Sziasztok! Gurult el az autó. Az autóra mindig vigyázni kell. Milyen volt a napotok? Nagyon jó, mondjad. Milyen ilyen volt Sophie a napot, volt. Iván? Ilyen volt? Szimatolós. Szimatolós volt? Ja, összecuculunk és megyünk haza. Következik a fürdetés és alvás remélhetőleg. Alvás, a szószoros értelmében alvás, nem úgy, mint a múlt este, amikor is... Szofi, két óránként, három óránként fölkelsz? Óránként, csak lehet, hogy már nem hallottad. Az lehet. Köszönöm. 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 Sziasztok! Mondjad, Szofi, sziasztok! Köszönöm az időtöket, köszönöm. Köszönök, köszönök mindent. Az új feliratkozókat is köszönöm, köszöntöm a csatornán. Köszöntöm és köszönöm. Köszöntöm és köszönöm. Szóval, találkozunk holnap. Sziasztok! Kíváncsi lennék, hogyha lemerülne a Segway, vagy a hoverboard, vagy már mindegy, hogy kinek hívjuk, akkor mi történik? Hallottam olyat, hogy lemerül, és ugye kikapcsol a motor. Na most, hogyha mozgásban vagy, és akkor merül le, akkor az elég nagy gáz, mert úgy pofára fogsz esni, mint a palacsinta. Eddig még nem mertem kipróbálni, hogy mi van, mikor lemerül. Ha valakinek van valami tapasztalata, vagy kérdése, bármivel kapcsolatban, akkor ne felejtsétek el, hogy a komment részbe nyugodtan írjátok be, és én majd... Ez a sok pihe. És akkor én majd meg fogom válaszolni azokat egy vlog részben. Bye-bye!